Szép napot kívánok mindenkinek, én Nemes Máté vagyok, és a mai nap folyamán Tégláson, a téglási horgásztó és szabadidői parkban horgászunk. Kettő féderbotot hoztam magammal, ez egy remek horgásztó, elég nagy a halállománya, és elég jól ki van körülötte építve minden. A horgászni és pihenni vágyóknak ajánlom. Rengeteg stég van, én most horgászom ezen a tavon elsőnek, de biztosan nem utoljára. Körülbelül egy 15 perc telt el, mióta bejuttattam a végszerelékeimet, és a balos botomat már is elhúzta, hogy valószínűleg egy pont lesz. Jó halnak ígérkezik, gyerekek. Nem akarom satszolni, de 2-3 kiló biztosan lesz. Aztán reménykedünk, hogy megmutatja magát, és sikerül szágba terelni. Partra emeltük az első halat, egy gyönyörű szép tükörpony személyében. Nem fogom lemérni, de körülbelül 5 kilóra satszolom. Ezt a halat a tógazda kérésére tettük el, mert szeretné a nagy tóból a kis tóba áttelepíteni néhány szebb pontot. És szabadidő park nem csak a horgászat szerelmeseinek nyújt kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik velük érkeznek esetleg a horgászatra pihenni, üdülni, nyaralni vagy csak kikapcsolódni. A szabadidő parkban megtaláltok 6 darab faházat, ezek a faházak elég jól felszereltek, megtaláltok benne mindent, minden igényeteket kielégíti, hűtő-fűtő klímával vannak ellátva, van benne mikró, gáz, tűzhely, hűtő, szóval tényleg igazán komfortosak. Elől találtok egy közös vizes blokkot és egy nagy közösségi házat is, amely akár céges rendezvényekre vagy baráti társaságok társaságoknak összejövetelekre is alkalmas lehet. Ha még ez sem lenne elég, akkor van mellettünk egy paintball pálya is, akik szeretik az extrémebb kikapcsolódást. Levette a botot a rollpadról, de ez egy ilyen hármas formapont. Sajnos, de hát jobb, mint a semmi, nem? Gyönyörű ilyen a szája szélében a horog. Leszakadt az ég.
hál' Istennek egy kicsikét csendült, és akkor húzta el a negyedik ponty a balos botomat. Úgy látom, hogy ez is egy ilyen 3 kg körüli tőpont lesz, ha sikerül szágba terelni. Nem merek lent menni, mert félek, hogy ezen az elátszott talajon megcsúszik a cipőm, aztán fürdök egyet én is, nem csak a halak. Köszönöm szépen Kovács Balázsnak és a B-Pixel Media csapatának, hiszen nélkülük ez a csodás horgászfilm nem jött volna össze. Itt megtaláld az elérhetőségüket, a linkek lent lesznek a leírásban, és köszönöm szépen, ha bekövetsz minket, illetve lájkolsz, kövess be Kovács Balázst is, lent lesz az Instája, illetve a B-Pixel Médiának is, mindenféle információ lent lesz a leírásban. Kövessétek Balázst, keressétek, hogyha hasonló profi horgászfilmet szeretnétek. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen Jani bácsinak a vendéglátást és a segítőkészséget, hogy mindenben rendelkezésünkre állt, az információk és minden egyéb segédeszköz, hogyha valami kellett. Egy remek horgászatot töltöttünk itt Tégláson. Köszönöm szépen az élményt, gyertek nyugodtan erre a horgásztóra, remek horgásztó, jó halálományjal. És mint mondtam, tudtok itt pihenni is, szóval köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, és tetszett a horgászhely, vigyétek jó híret a téglási horgásztónak, gyertek máskor is, és örülök, hogy tetszett a hely. Sikerélmény meg volt. Nagyon szívesen is.